A nemzeti színű zászlót kaptak a gyülekezők Dombóváron a március 15-i ünnepségen. Pótápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kezdte a beszédek sorát. Kihangsúlyozta az ünnep fontosságát, valamint azt, hogy a hosszú hétvége ne csak a pihenésről és kikapcsolódásról szóljon, hanem szánjunk alkalmat a megemlékezésre is. A figura ökölbe szorított balja energiát sugároz, a magvető jobb pedig kifejezően szemlélteti azt az eszmét, amivel a nagy államférfi lángra lobbantotta a lelkekben szúnyadó vágyat a szabadság iránt. A helyszínen Eszterházi Miklós Technikum diákjai adtak élőzenés műsort, ami megalapozta a rendezvény hangulatát. Énekük bensőséges légkört varázsolt a Kossuth szobor elé. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Pintér Szilárd, a város polgármestere méltatta a hősöket, akik legdrágább kincsüket, az életüket áldozták fel a hazáért. Ezután a szabadság kivívásának nehézségeiről beszélt. A szabadságot soha nem osztogatták, soha nem adták ingyen. Azt az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A forradalmárok jól tudták, hogy erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. A forradalom és szabadságharca hatalmas túlerőnek köszönhetően ugyan elbukott, a küzdelem azonban nem volt hiába való. A magyarság megmutatta a világnak, képes az összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két nagy hatalommal is küzde, letegye önállóságának alapjait. Hazánk visszafordíthatatlanul a polgári fejlődés útjára lépett. A 48-as, 49-es hősök hazaszeretete egyértelmű. Hitet adtak a magyarnak, lelket öltöttek nemzetünkbe, ami megmaradásunk titka. Tisztelt ünneplő közösség! A 48-asok által megkezdett út és megálmodott álom a magyar szabadságról és a magyar hazáról nem ért véget. A polgármester felszólalása során rámutatott, ma már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk nem kell ilyen áldozatokat hoznunk a szabadságunkért, mint amilyet őseinknek kellett. Nekünk nem kell felforgatni a világot, nem kell a harcmezőre vonulni, azonban felelősséggel tartozunk magyarságunk megmaradásáért. Hittel, akarattal, kitartással sikra kell szállni elveinkért, meg kell őrizni szabadságunkat. Nekünk már nem kivívni, hanem megőrizni kell a függetlenségünket. Azonban jól tudjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. Mert egy olyan világban élünk, ahol nap mint nap megtapasztaljuk, hogy a nagy és büszke nyugat-európai nemzetek saját hazájukban már nem érezhetik otthon és biztonságban magukat. Az ő példájuk legyen intő számunkra. Hova vezet a hazatagadása, a nemzeti identitás háttérbehelyezése, a keresztény értékek feladása. Tisztelt honfitársaim! Történelmünk hősei kijelölték számunkra a követendő utat, mindig és mindenkor szeressük nemzetünket és hazánkat. Fogjunk össze és tegyünk közösen azért, hogy minden magyar embernek biztonságos, erős otthona legyen Európában. Ez a mi kötelességünk. És ez nem kevés. Isten áldja hőseinket, ígérjük, nem engedünk 48-ból. Hajrá Magyarország, hajrá Dombóvár! Az ünnepséget a Kossuth szobornál meghitt koszorúzási ceremóniával zárták.